A tatai önkormányzati képviselők a napokban körülnézhettek a város egészségügyi alapellátásban résztvevő három legfontosabb területén. Ezek közül az egyik a Wagner ház, itt működik az orvosi ügyelet, és a védőnők bázisa is itt található. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a védőnőink azok a lehető legjobb körülmények között tudjanak dolgozni, összerakni a napi munkájukat, és aztán ugye ők nagyon sokat kintartózkodnak a kismamáknál a városban, vagy a környéken. Az ügyeletes orvosoknak sincs okuk panaszra, hiszen minden szükséges műszer megtalálható a rendelőben. Minden szükséges eszközt megkaptunk, ami szükséges a működéshez. Ez azt jelenti, hogy EKG-k, defibrillátorok rendelkezésre állnak, sürgősségi táska, a gépkocsiban is rendelkezésre áll külön, tehát akár a helyszínen, akár itt bent az ügyeleten el tudjuk látni a betegeket. A következő állomás a tatai kórház volt, ami a közeljövőben jelentősen meg fog újulni. Megszűnik az, hogy különböző telephelyeken kell ellátni a betegeket, hogy a járó beteg szakrendelésen a Várai úton, a gondolőben, akkor lesz fönt a helyén. Az utolsó helyszín pedig a Kastélypark magánklinika volt, ahol az elmúlt években több mint 10 000 embert műtöttek meg. Mozgásszervi betegeket látnak el. Több mint 10 000 műtét történt az elmúlt esztendőkben. Sok-sok országból jönnek ide Tatára a térdüket megműtetni, vagy egyéb mozgásszervi műtétet elvégeztetni. Az új képviselőtestület tehát közelebbről is megismerkedhetett a legfontosabb tatai egészségügyi ellátóintézményekkel, ami minden bizonnyal megkönnyíti majd mindennapi munkájukat.